szíves engedelmükkel folytatnánk a második napi rendi ponttal, ami nem más, mint a magyarországi hadműveletek 75. évfordulójához kapcsolódóan egy újabb előadás, ami 75 évvel ezelőtt, 1944. októberében történt. A mai alkalomra az alföldi harcok, az alföldi páncélos csatának egy olyan epizódját választottam, amely noha a témával kapcsolatos feldolgozásokban rendre szerepel, nem biztos, hogy olyan részletességgel, amelyet ez az esemény sorozat igazából megérdemelne, mert reményeim szerint az előadás végére látni fogjuk azt, hogy ez a néhány nap Szolnoktól keletre igen jelentős befolyással volt az alföldi harcok egészére. Tehát a mai alkalommal a német 4. páncélos hadtest ellencsapásával foglalkoznánk az Alföldön. Azért választottam ezt a Királytigrisek az Alföldön hangzatos címet, mert tulajdonképpen lényegét tekintve ez az egész német ellencsapás a német Tiger B nehéz harckocsik alkalmazására, az ő harcértékükre, az ő lélektani lehetőségeikre épült. Majd látni fogjuk, hogy ez milyen hatékonysággal valósult meg. 1944. október elején az alföldi területen a második ukrán front egy igen jelentős csoportosítást hozott létre, annak érdekében, hogy a magyar harmadik hadsereg védelmét áttörve végrehajtsa az úgynevezett debreceni támadó hadműveletet, aminek nagy vonalatban az volt a lényege, hogy a Tisza vonaláig előletörve, majd Debrecen felé megindulva, majd később Nyíregyháza irányába folytatva a támadást, a Tisza felső folyásán az átkelőket birtokba véve, a térképen nem látszó erdély területeken még szívós ellenállást tanúsító magyar és német csapatokat, jelesül a magyar második és a német 8. hadseregnek az erőit bekerítse, illetve elősegítse a 4. ukrán front támadását az Árpád vonalon keresztül, a felvidéki kárpátaljai területeken keresztül a főváros irányába. Az alföldi páncélos csata részleteivel itt most nem szeretnék foglalkozni. Két nagyon fontos mozzanatát azonban meg kell említenem ahhoz, hogy magát a 4. páncélos hadtest ellencsapását megértsük. Ez a két mozzanat a következő. Gyakorlatilag Szolnok térségében a szovjet csapatok jelentősebb harckocsi vagy gépesített erőt nem indítottak meg ennek a hadműveletnek a keretében, hanem az 53. hadseregnek a lövész hadosztályai vonultak egyébként meglehetősen gyors ütemben a város felé, azzal a feladattal, hogy Kisújszállás és Szolnok között harcvonalat létesítve fedezzék az Alföld délkeleti részén zajló, igen jelentős összecsapásokban lekötött főerőknek a harcát. És ugye október 12-én nagy nehézségek árán a szovjetek elfoglalják Nagyváradot, ennek azonban az lesz a következménye, hogy a Debrecen ellen megindított közvetlen támadást október 8-án este gyakorlatilag csak kis erőkkel tudják folytatni. Az úgynevezett Pliev lovasgépesített csoportnak a jelentős részét Nagyvárad felé kell fordítani, mert ennek a városnak az elfoglalásával a szovjet 6. gárda harckocsi hadsereg, illetve a 33. lövészhadtest hosszú napokon keresztül nem boldogult. Amikor ez végül is október 12-én megtörténik, akkor a szovjet főerők, már a 6. gárda harckocsi hadsereg is, illetve a Pliev lovasgépesített csoport Debrecen és Berettyóújfalu között sok-sok ilyen körvédelemben, a németek által, a német-magyar csapatok által körvédelemben védett településen rágják át magukat, és tulajdonképpen október 19-én kerülnek olyan helyzetbe, hogy Debrecen félkörívben már átkarolták, és a város elleni közvetlen támadást meg tudják indítani. A hadműveletnek ebben a szakaszában természetesen az Alföldön harcoló német 3. páncélos hadtest folyamatosan sürgeti az előjáró 6. hadsereget, illetve a német dél hadseregcsoportnak a parancsnokságát, hogy valamiféle tehermentesítést eszközöljön annak érdekében, hogy a Debrecen irányába támadó igen jelentős szovjet csoportosítást valahogy osszák meg. Ez az ötlet
nagyjából október 18-ára úgy ölt testet, hogy a már említett szovjet lövéscsapatok által védett szolnoki hídfőben. A szolnoki hídfőt úgy kell érteni, hogy Török Szent Miklóst a német 4. SS páncélgránátos hadosztály október 12-én elfoglalja és azóta is folyamatosan tartja. Török Szent Miklós és Szolnok között egy úgynevezett szolnoki Tisza hídfőről beszélhetünk, amely a németek szerint megfelelő kiinduló pontja lehet egy olyan ellencsapásnak, amellyel segíteni lehet a Debrecent védő 3. páncélos hadtest erőin. Igen ám, csak hogy ezt az ellencsapást milyen erőkkel indítsák meg. A 4. SS páncélos, a 4. SS páncélgránátos hadosztály, ugye más néven a polícáj, vagy rendőr páncélgránátos hadosztály, hát egyrészt nincs harcértéke teljében, másrészt pedig, ahogy egy fecske nem csinál nyarat, egy hadosztály sem képes ellencsapás végrehajtására, valamiféle többleterőkre van szükség. Budapesten október közepén a magyar kiugrási kísérlet kapcsán jelentős erőket tartott vissza a német hadvezetés, többek között a magyarországi hadszintére szánt 24. páncélos hadosztályt, illetve a nem sokkal korábban frissen felszerelt 503. nehéz páncélos osztályt. Ez a két alakulat részben kirakodva a városban különböző karatami feladatokat hajtott végre, maga a páncélos hadosztály pedig tulajdonképpen erői zömét a vasúti szerelvényeken hagyva készenlétben állt. Magát az ellencsapás végrehajtását Ulrich Lehmann páncélos tábornokra bízták, aki a frissen felállított 4. páncélos hadtestnek a parancsnoka lett. Ő korábban Rodoszon állomásozott, gyakorlatilag a törzsében számos tiszt is vele együtt Rodoszon szolgálta a korábbi években. Ezért fordulhatott elő az, hogy például az ellencsapás megindulása után a szovjet katonai felderítés többi jelentésben is a Rodosz páncélos dandáról beszél, ami tulajdonképpen csak annak volt köszönhető, hogy a foglyok egy részénél olyan zsoltkönyvet találtak, amit még ilyen fejbélyegzővel láttak el. Ulrich Lehmann az általam vizsgált német páncélos tábornokok közül az egyik legtehetségesebb volt, és az általa irányított 4. páncélos hadtest pedig nem csak itt ebben a most tárgyalandó ellencsapásban, hanem később a magyarországi harcok során számtalanszor bizonyította kiváló parancsnoki képességeit. A rendelkezésre álló erőkön mindenképpen olyan szempontból is végig kell mennünk, hogy lássuk azoknak a valós, tényleges harcértékét. Elsőként a 4. SS páncélgránátos hadosztállyal ismerkedjünk meg. Gyakorlatilag egy típus hadrenddel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy páncélgránátos hadosztályról van szó, nincsen páncélos ezrede, csak egy zászlóhajméretű páncélos osztálya, amely ráadásul nem is harckocsikkal van felszerelve, hanem Sturmgeschütz 4-es, Sturm 4-es rohamlöveget kell. A páncélgránátos hadosztályok másik páncélos eleme, amely a páncélvadász osztály lenne, amelynek két vadászpáncélos százada van elméletileg, mint a rajzos hadrenden látható, egy gépfontatású páncéltörő ágyús századot leszámítva birodalmi területen éppen újra felállítás alatt van, tehát erre egyáltalán nem számíthat a 4. páncélos hadtest törzse. A két páncélgránátos ezred egyenként 3-3 gépkocsizó, tehát lövészpáncélosok nélküli páncélgránátos zászlóhajból áll. Itt van még a 4. SS páncélos felderítő osztály, amely tulajdonképpen, bár rendelkezik páncélgépkocsi századdal, páncélgépkocsikkal nem, egy nehéz fegyverszázad és 3 úszóképes személygépkocsi, tehát Volkswagen úszógépkocsikkal felszerelt felderítő század áll rendelkezésre, ez sem az a kimondott, páncélozott erő. A tüzérezredben nincsenek könnyáró lövegek, csak gépfontatású lövegek. A légvédelmi tüzérosztálya tulajdonképpen mindössze egy szűk, kisharcértékű harccsoportnyi erőt képvisel, illetve van még egy utász zászlóalja, amely szintén nem tartalmaz páncélos elemeket. Tehát egy olyan páncélgránátos hadosztályról beszélünk, ami tulajdonképpen egy rohamlövekkel megerősített gépkocsizó hadosztály. Itt látható egy fotó ennek a 4. SS páncélos osztály egyik Sturm 4-eséről. Még egy, ez mind a kettő itt az Alföldön készült fotó.
Természetesen nem állítom, hogy Szolnoktól keletre készült, de az Alföldön készült, ez biztos. A másik és valamivel erősebb páncélos seregtest a 24. páncélos hadosztály volt. Ugye ezt 1941-ben a német első lovas hadosztályból állították föl, ezért hagyománytiszteletből például a páncélos ezredében a századok továbbra is vadronok voltak. A rendfokozati sorrendben is a lovassági hagyományokat követték, tehát például a százados az nem Hauptmann, hanem Rittmeister volt. De ennél jóval fontosabb a tényleges harcértéke. Aki esetleg már látott ilyen német rajzos hadrendet, az láthatja, hogy hát bizony, ami át van húzva, az nincs, és ez egy meglehetősen sokat mondó ugyanis. A 24. páncélos ezrednek az erősebbik osztálya, a panterekkel felszerelt osztálya, teljesen máshol, távol a hadosztálytól, panter harckocsikkal önálló osztályként harcol. Ami van, az egy vegyes páncélos osztály. A páncélos osztálynak igazából csak két százada, az ezred két százada rendelkezik páncer 4-es harckocsikkal, a másik kettő vagy romlőkkel, vagy pedig vadászpáncélosokkal. Tehát tulajdonképpen a páncélgránátos hadosztályhoz hasonlóan a páncélos ezred lényegében egy osztályra korlátozódik. Hasonlóan szomorú vagy sanyarú a helyzet a páncélgránátosok terén. Látható, hogy az egyik páncélgránátos, a 21. páncélgránátos ezredben ez a jel azt jelenti, hogy gyakorlatilag a páncélgránátos századok ezeken a zászlójakon belül még annyi gépjárművel sem rendelkeznek, hogy minden egyes alakulat egy időben szállítható lenne. Ez azt jelenti, hogy szükségképpen gépkocsizó, tehát meg kell várni, míg egy állományt elszállítanak, és a visszatérő gépkocsi oszlopokkal tudják az újabb erőket. Tehát egy időben nem tudnak gépkocsi szállítást végrehajtani. A másik páncélgránátos ezrednél ráadásul az egyik zászlaj úgy, ahogy van, hiányzik, ezt a veszteségek miatt feloszlatták, és a páncélos felderítő osztálynak három századát, mint egy csökkentett létszámú páncélozott páncélgránátos zászlóaljat rendelték alá a 26. páncélgránátos ezred törzsének. Ebből következően magának a páncélos hadosztálynak a páncélos felderítő képessége egy összevont páncélos felderítő századra korlátozott, ennyi maradt a hadosztály közvetlen harcászati felderítő erőből. Itt is az a helyzet, hogy a páncélvadász osztály teljes egészében birodalmi területen újjászervezés alatt áll, tehát egyik hadosztálynak sincs igazából páncélvadász osztálya. Itt már egy picit másképp áll a tüzérség helyzete, két gépfontatású tüzérosztály mellett van egy önjáró tüzérosztálya, amely azonban meglehetősen mostohán van ellátva önjáró lövegekkel, olyannyira, hogy az egyik üteg az tulajdonképpen a szó klasszikus értelmében nem is önjáró tüzér, hanem rohamtüzér üteg, mert rohamtarackok vannak az állományában, nem pedig önjáró tábori tarackok. Itt a légvédelmi tüzér osztály az tulajdonképpen teljes értékűnek tekinthető, mint ahogy a páncélos utász zászlóalja is. Egy másik talán egyesek számára már ismerős ábrán, ez Kamen Nevenkin könyvének a részét is képezte. Ez egy kicsit plasztikusabban mutatja be ugyanazt, amiről beszélek. Ami szürkén van ábrázolva, az nincs. Tehát ebből látszik az, hogy a 24. páncélos hadosztály a keleti hadszíntér átlagát tekintve egyébként ebben az időben egy nagyjából 50%-os arányban feltöltött, de ugyanakkor harcedzett páncélos hadosztály volt. A vegyes páncélos osztályban az események idején, október 20-án vesz át Szolnokon az 1009. százada 13 darab ilyen vadászpáncélost, amely ugye a Panzer 4-esnek egyfajta változata, a Panzer 4-es harckocsi alvázára készült, viszont a Panthernek a lövege került beszerelésre, ugyanakkor nincs forgatható lövegtornya. A fennmaradt páncélos kiosztási dokumentumokból az is kiderül, hogy korábban, de még október folyamán, a magyarországi működés előtt elvileg az alakulat kapott 10 darab a Panzer 4x70-es vadászpáncélosnak egy másik változatát. Az előző volt az Alket cég által, ez pedig a Fomac cég által készített változat. Tehát tulajdonképpen a páncélos ezred jelentős részben, igen jelentős részben nem forgatható lövegtornyú harckocsikkal, hanem vadászpáncélosokkal volt felszerelve. Ahogy utaltam rá, igazából a páncélgránátos alakulatok közül a tényleges páncélozott páncélgránátos szerepkört azt a 24.
páncélos felderítő osztálynak a lövészpáncélosai veszik át, és itt a képen egy olyan felderítő harcjármű látható, ami hadosztály közvetlenként megmaradva a hadosztálytörzs számára szállított harcászati, nagyon fontos harcászati felderítő adatokat. A páncélos hadtestnek a csapásmérő erejét tulajdonképpen ilyen harcérték helyzet mellett az az 503. nehéz páncélos osztály adta, amely 1944. szeptemberében Sennelagerben, tehát német birodalmi területen teljesen új felszerelést kapott. 45 darab Tiger B harckocsival szerelték fel, méghozzá ezt 3 században, századonként 14 harckocsival, illetve a törzsben 3 parancsnoki változatú Tiger B-vel, illetve 2 szakaszban összesen 2x4-8 légvédelmi páncélossal, valamint egy ellátó és egy műhely századdal megerősítve. A 503. nehézpáncélos osztályt, ahogy említettem, karhatalmi feladatokra alkalmazzák itt október 13, 14, 15, 16 és 17-e körül. 17-én a késő délutáni órákban rakodnak föl vasúti szerelvényre ezek az alakulatok és indulnak Agony érintésével Szolnokhoz. Ezen a fényképen a Sennelagerben a német híradó számára végrehajtott propaganda felvonásnak a képeit láthatjuk. Azért tettem be, mert itt a toronyban a 3. század parancsnoka Richard Freiherr von Rosen, ekkor még hadnagy, később majd Magyarországon főhadnagy lesz, látható. Neki lesz szerepe majd a Szolnoktól keletre végrehajtott ellencsapásban. Illetve ezt a képet azért tettem be, mert ez olyan tégerbét ábrázol, amely abban az irányban az Országház és a Országház utca és a Kapisztrán tér sarkán áll, tehát nem messze onnan, ahol most vagyunk. És ugye az 503. nehéz páncélos osztály első századában szolgált egy bizonyos Kurt Knispel nevezetű törzsőrmester, aki ezt az ellencsapást az első perc az utolsóig végigcsinálta egy Tiger B parancsnoki tornyában. Ugye ő az a német katona, aki a rendelkezésre álló adatok alapján eddig a hadtörténelem legeredményesebb páncélos ásza volt. Mindent összevetve, milyen erők álltak rendelkezésére Kolonan páncélos tábornoknak október 19-én reggel. Mint látható, 24. páncélos hadosztály 30-40 páncélossal, a 40 páncélost azért tettem igazából, azért szedtem pirossal, mert ennek a 10 darab vadászpáncélosnak a léte, nem léte, az számomra nem teljesen bizonyított még, de az egészen biztos, hogy a szalakulat felé útba indult. Ha megérkeztek, akkor 40, ha nem érkezett meg, akkor 30, de az egészen biztos, hogy egy nappal később már 13 másik típusú vadászpáncélos jön, tehát ezek mindenképpen bevetésre kerültek már az ellencsapás második napján. A 4. SS páncélgránátos hadosztálynak az állománya különösen érdekes. Az, hogy van 10 darab saját Stug-4-es rohamlőjük, ez rendben van, erről volt szó. Azonban van az állományokban 2 darab parancsnoki Panzer 4-es és legalább 5 darab Panther harckocsi. Ez egészen biztos, mert az ellencsapás végén a szovjetek összesítésében szerepel, ráadásul egy szovjet harckocsi alakulatnak az összesítésében szerepel egy Török Szent Miklósnál, illetve nem egy, hanem 5 darab Török Szent Miklósnál zsákmányolt 5 darab Panther harckocsi. Ezeknek mi lehet a forrása? Akik esetleg ezzel a témával beatóbban foglalkoztak, azoknak talán ez egy érdekes adalék lehet. A 110. páncélos dandár, amelyet az alföldi páncélosata idején már beolvasztanak a 13. páncélos hadosztályba, őrkény táborban kapta meg a panterei jelentős részét. Azonban a szállítások alapján október elejéig csak 28 darab panter érkezik meg a 36-ból. És én nekem az a egyelőre hipotézisem, hogy ez az 5 darab panter valószínűleg ezt követően érkezett. Azért mondom ezt, mert a szovjet dokumentumokban a foglyok vallomása alapján felbukkan a 2100-as zászlóaljnak a hadrendi száma, mint elfogott katonáké, és ennek a 110. páncélos dandárnak pontosan ilyen volt a páncélos osztályának a hadrendi száma. És a két dolog, hogy pántereket zsákmányoltak viszonylag jó állapotban, illetve hogy ilyen katonákat fogtak el ilyen zsoltkönyvvel,
ez a kettő nekem azt eredményezi, hogy nagy valószínűséggel erről lehet szó. A két darab parancsnoki páncer 4-es pedig a 13. páncélos hadosztálynak az állományában volt, az erdei harcokban használták, megsérültek, ezeket visszaküldték javításra a délhadseregcsoport mögöttes területére, majd újra őrként táborba küldték, és amikor igazából ez az ellencsapás megindul október 19-én, akkor ez ott van késznél, és beosztják a 4. SS páncélgránátos hadosztályból. Az 563. nehéz páncélos osztályról nincs igazából mit újat mondanom, teljesen feltöltve 45 darab Tiger P-vel és 8 darab légvédelmi páncélossal készül. Ahogy említettem, ennek az ellencsapásnak a fő súlyponti ereje az a 45 darab Tiger B, amit elsősorban a vasúti szállítás szakaszossága miatt a németek kénytelenek két harccsoportra bontani. Először a 24. páncélos hadosztályhoz érkezik meg 27 darab Tiger B, de a szállítólánctalpak ütközetlánctalpról átszerelésének a lassúsága miatt a támadás megindulásáig a 27-ből csak 11 darab Tiger B tud a megindulási állásokba előre menni. Tehát igazából a páncélos hadosztály saját erejét a támadás megindulásakor csak 11 darab Tiger B növeli. A 8 darab légvédelmi páncélos, illetve a felmaradó mennyiségű, a 27-ből a felmaradó mennyiség, az csak 19-én napközben érkezik be, és 20-án tud csatlakozni. Ugyanez a helyzet a vasúti szállítás miatt a Tiger B-k szállításához különleges vasúti pőrekocsik, úgynevezett Simswagenek kellettek, és ezeknek a kis mennyisége miatt meg kellett várni, míg egy-egy szállítmány odaér és kirakodik és visszajön, és emiatt a második század, illetve a harmadik századnak egy szakasza csak 20-án tud csatlakozni a támadáshoz, 20-án napközben, és akkor úgy dönt a 4. páncélos hadtest törzse, hogy ez ne a 24. páncélos hadosztályt kövesse, hanem a 4. SS páncélgránátos hadosztálynak a harccsoportját erősítse. A kapott parancsok alapján a 4. páncélos hadtestnek 5 óra 30-kor kell hajnalban megindítani a támadást. A fő céljuk az, hogy a Szolnoktól keletre védő szovjet 53. hadseregnek az 5 hadosztályát, amelyből a felderítés alapján 2 román hadosztályt feltételeznek, bekerítsék és megsemmisítsék. Ez a közvetlen cél. A két hadosztálynak a támadási iránya 24. páncélos hadosztály esetében Szolnok déli előterétől Mezőtúr irányába, onnan Turkeve, és Kisújszállás. Szintén a 4. SS páncélgránátos hadosztálynak Kisújszállása a végső célja, de ezt az előretörést ezt Törökszent Miklóstól délre indítja, fegyvernek, illetve kenderes birtokba vétele után. Tehát látható, hogy egy összetartó irányú, tulajdonképpen kétoldali, majd a térképen látni fogjuk, kétoldali átkarolás a terv alapja és lényege, és amennyiben Kisújszállást sikerül elfoglalni, és ott az erők egyesülnek, akkor a következő távolabbi cél pedig az volt, hogy Debrecen irányába folytatják a támadást, és egyfajta tehermentesítést érnek el a Debrecent rohamozó szovjeteknek a bal szárnyában. Tehát ez volt a terv. Október 19-én teljesen óraütésre pontosan megindul a támadás. Ezen a napon a 24. páncélos hadosztály, mint ahogy látni fogjuk, a saját támadási sávjában a román 4. gyalog hadosztálynak összesen 2 zászlóalja volt. Ez a román 4. gyalog hadosztály rendkívül szerencsétlenül volt elhelyezve, hiszen az erőinek a döntő többsége a Tisza nyugati partján volt, már egy kisebb hídfőben, és csak nagyon kevés erő volt a Tisza keleti partján Szolnoktól délre. Ez azzal járt, hogy nem csak egy Tiger B-kkel megerősített német páncélos hadosztály, de akár egy kisebb harcértékű, akár magyar gyaloghadosztály is minden további nélkül át tudta volna törni a védelmüket. Nem így egy ilyen erős német páncélos csoportosítás. Ebből is látszik, hogy délelőtt 10 órakor már a román védelemnek, gyakorlatilag a szétvert román védelemnek a mélységében halad a 24. páncélos hadosztálynak a páncélozott harccsoportja, élén egyébként a Tiger B harckocsikkal. Délután 1:30 körül elérték Mezőtúrnak a nyugati szélét, maguk a páncélosok nem hatoltak be a városba, hanem nagyon okosan ott körvédelemben bevárták az ellátó oszlopot, amely lőszert és üzemanyagot szállított utánuk. Ez nagyjából már egy 40 kilométeres előretörés volt, amit nagyon jó
idő alatt sikerült végrehajtaniuk. Magát mezőtúrt 5 óra alatt nem sokkal a 24. páncélos hadosztálynak a páncélgránátosai foglalják el, és felrobbantják az ottani hidat, hogy délkeleti irányból a szovjetek ne tudjanak ellenlökést vagy ellentámadást indítani, és ezáltal mezőtúrt, mint az egyik legfontosabb német ellátó bázist ebben a hadműveletben visszafoglalni. Miután az ellátás megtörténik, nagyjából este 9 óra tájban, 3-4-9 után megindulnak a következő hadműveleti cél Túrkeve felé. Ezzel párhuzamosan a 1. SS páncélgránátos hadosztály is megindítja hajnali fél 6-kor a támadást. Két harccsoporttal, a 7. és a 8. páncélgránátos ezredre alapozott harccsoportokkal támadnak. A 7. SS páncélgránátos ezred Török-Szent Miklóstól dél-délnyugati irányba támad, a másik pedig a 8. SS páncélgránátos ezred pedig alapvetően Fegyvernek és Kenderes irányába. A Török-Szent Miklóstól délre támadó harccsoportjuk nagyon gyorsan, igen szilárd szovjet páncélállító körletbe ütközik, a másik pedig viszonylag jó ütemben eléri a Szolnok mezőtúr utat. Mindez a térképen úgy néz ki, itt van Szolnok, itt van Török-Szent Miklós, itt van Kisújszállás, itt van Fegyvernek, itt van Kenderes, itt van Túrkeve. Mezőtúr most erről a térképről hiányzik. Amit láthatunk az az, hogy a már emlegetett 4. román gyaloghadosztálynak a két zászlóalja itt van a Tisza kanyarban védelemben. Ez az a harcászati védelem, amit nagyon gyorsan sikerül a németeknek, a szovjet időzítés alapján nagyjából 6 órakor áttörni. Ezen a térképen valamilyen oknál fogva a szovjetek nem a moszkvai időt, hanem a helyi időt jelölték meg, ami nagyon jelentős támogatása a kutatók számára, mert nem kell mindig visszaszámolni. Látható az, hogy a 4. SS páncélgránátos hadosztály nem egy jelentős páncélos éket képezett, az egyébként nem túl jelentős, október 19-én nem túl jelentős páncélos erőiből, hanem sok aprót. Ez azt jelenti, hogy 4-5 páncélost indítottak meg a különböző utakon, földutakon, és az volt a fő cél, hogy a Török-Szent Miklóstól délre védelemben lévő 409. lövész hadosztálynak a védelmét részekre szakítsák, és lehetőleg bekerítsék. Ezen a fotón, vázlaton sokkal jobban lehet látni, miről beszéltem, tehát lehet látni azt, ez október 19-én a 409. lövészhadosztálynak a harcvázlata, lehet látni a két nagyjából gyenge ezrednyi védelmi terepszakaszukat, hogy itt például 5 harckocsi és 3 lövészpáncélos, itt 3 harckocsi, itt 8 harckocsi, itt 4 lövészpáncélos és 8 harckocsi támadja, tehát viszonylag kis erőkkel próbálják részekre szakítani, lekötni és idővel bekeríteni ezt a csoportosítást. Amivel azonban nehezen boldogulnak, mert itt a Műút és a Szolnok mezőtúr vasútvonalnak a kereszteződésében a 27. Gárda lövészhadtest, amely ebben a körzetben a harcvezetésért felelős, egyetlen létező páncéltörő tüzértartaléka az 1316. páncéltörő tüzérezred alakít ki egy körvédelemben egy páncélállító körletet, ami egy nagyon-nagyon jelentős és sokáig kitartó ellenállási gócpont lesz itt a németek számára. A román 4. gyaloghadosztályon sokáig nem húzta a dolgot, nagyjából a német visszaemlékezések szerint a peremvonal átlépése után 2-3 perccel már feltett kezű románok indultak el a Tigerbék felé. Azonban a német páncélosok sok mindent nem tudtak tenni a hadifoglyokkal, hanem mutatták nekik, hogy menjenek hátra. Hát ők mentek is, gyakorlatilag a nap végére a németek 1000 román szedtek így össze, 1000 hadifoglyot ejtettek, és a Tisza nyugati oldalán pedig a 20. Honvéd gyaloghadosztálynak egy harccsoportja ezt a támadást követve szintén visszanyomta a románoknak a 4. gyaloghadosztálynak a Tisza nyugati oldalán lévő hídfőjét, és részben ott, részben pedig a Tiszán átkelve már a Tisza keleti partján további 2000 románt ejtettek hadifogságba. Emellett a véres veszteségük is jelentős, hiszen látható, hogy több mint 5000 embert eszítettek, ebből nagyjából 3
3000 volt a hadifogója, többi elesett, vagy pedig megsebesült. Látható az is, hogy Csiranóga dandártábornok, a hadosztálynak a parancsnoka egész törzsével együtt hadifogságba esett. Egyébként a feljegyzések szerint ők nem a német páncélosok, hanem a magyar csapatok fogták el, mert a német páncélosok támadása elől átkelt a Tisza nyugati partjára, és a hídfőben fogták el a magyar csapatot. Látható, hogy a hadosztály tulajdonképpen a fegyverzete jelentős részét is még ezen a napon elveszítette. Ezzel gyakorlatilag a szovjet 27. gárda lövészhadtestnek a bal szárnya teljes mértékben összeomlott, és csak a Törökszent Miklóstól délre harcoló 409. lövész hadosztálynak a kitartásán múlott, hogy milyen ütemben tudják a szovjetek beérkeztetni a tartalékaikat. Ezen a napon az 53. hadsereg parancsnok helyettese Hermann Fjodorovics Taraszov vezérőr nagy is életét veszíti. Kisújszálláson volt az 53. hadsereg parancsnok helyettesének a harcálláspontja, és a 409. lövész hadosztályt látogatta éppen, amikor halálosan megsebesült, és még aznap meg is halt. Egyes források szerint német csatarepülőgépek támadása okozta halálát, mások szerint pedig szárazföldi fegyverből, tehát adott esetben tüzérségi eszközből, vagy ne agyisten páncélosból kilőtt gránát oltotta ki az életét. Ezt nem tudjuk. Egy biztos, hogy az 53. hadsereg vezetése rögtön a támadás első pillanatában igen súlyos veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. Október 20-án a 24. páncélos hadosztály páncélozott harccsoportja reggel elérte Turkevének a nyugati részét, ahol egy újabb, nagyon-nagyon erős szovjet páncélhajtó körletbe ütközött, de ennek ellenére a német páncélosok némi páncélgránátos támogatással elfoglalták Turkevét. Erről fogunk látni majd egy vázlatot, ott részletesebben el tudom ezt a dolgot mondani. A Turkev elfoglalása után ez a páncélozott harccsoport folytatta a támadását észak irányba Kisújszállás felé, és a településtől délre 6 kilométerre jutott, ahol azonban egy újabb, szintén rendkívül erős páncélállító körletbe ütközött bele, és itt kénytelen volt leállítani a támadását és körvédelemben éjszakázni. Itt már természetesen a Tigerbék vezették a támadást ebben az esetben is, ők haladtak a páncélozott harccsoportnak az élén, és a Kisújszállástól délre elfoglalt, ha úgy tetszik, sündisznó állásukból nagyon jól ráláttak a Kisújszállás és Debrecen közötti útvonalra, és jobb hiány elkezdték számolgatni az ott mozgó szovjet oszlopoknak a tartalmát. És mintegy 50 páncéltörő ágyút és 20-nál több harckocsit számoltak össze, amelyek Debrecen irányából folyamatosan Kisújszállás felé vonultak. Ez már azt jelentette, hogy a második ukrán front az október 20-án reggel elfoglalt Debrecen körzetéből erősítéseket dobott át Szolnok irányába. Tehát, ha úgy tetszik, az német ellencsapás gyakorlatilag egy nap alatt éreztette azt a hatását, azzal a következménnyel járt, hogy a szovjetek fő hadműveleti tervétől eltérően a főerőkből el kellett vonni nyugati irányba, és a Debrecen elfoglalása után a Nyíregyház irányba folytatandó támadást bizony jelentős erőkkel kellett megrövidíteni, hogy milyen erőkkel, erről hamarosan szó lesz. Ezzel párhuzamosan azonban a második ukrán front közvetlen fronttartalékába bevetett 303. lövész hadosztály nem törődve azzal, hogy a körös hídját felrobbantották a német páncélgránátosok egy nappal korábban, átkeltek a folyón, támadást indítottak Mezőtúr ellen, és az északi, illetve a déli részén betörtek, és gyakorlatilag az ottani német páncélgránátosokkal egy nagyon súlyos, többnapos helységharc alakult ki. Ezzel a helységharccal tulajdonképpen Mezőtúr átmenetileg kiesett a német utánpótlási rendszerből, hiszen nem lehetett ott kerekes gépjárműveken, páncélozott a járműveken utánpótlást szállítani, mert gyakorlatilag a település északi részén, ahol az út megy, a szovjetek minden ilyen mozgást tűz alá tudtak venni. A 4. SS páncélgránátos hadosztály sávjában 20-a körvonalazta már a német ellencsapás kifulladásának a jeleit, ugyanis Törökszent Miklóstól délkeletre továbbra is szilárd volt a szovjetek ellenállása, ezért az egyik harccsoportjuk, a 7. SS páncélgránátos ezred harccsoportja, az inkább fegyvernek felé fordult, de 2 kilométer után gyakorlatilag újra elakadt a 409. lövész hadosztálynak az ellenállásába.
Így a hadosztálynak a bal szárnya, amely a 8. SS páncélnátos ezredre alapozott harccsoportot jelentette, a 20-án beérkezett tigerbékkel, amely ugye egy teljes század, tehát 14 darab tigerbé, illetve a 3. századnak egy szakasza, ami 4 tigerbét jelentett, tehát összesen 18 darab tigerbével támadtak Fegyvernek és Kenderes irányába. El is foglalták Fegyverneket, Fegyvernek elfoglalásához mindössze 150 német páncélgránátos, SS páncélgránátos és 3 darab tiger kellett. Kenderesnél súlyosabb volt, vagy jelentősebb volt a szovjet ellenállás, de mind a két települést sikerült elfoglalni, és gyakorlatilag 20-án estére a tigerbék a 4. SS páncélgránátos hadosztály sávjában is kisújszállás közvetlen közelébe értek. Utaltam a 20-án reggel, illetve a délelőtti órákban Turkevénél zajló harcokról. Itt azt láthatjuk, hogy a szovjet 1326. könnyű tüzérezred, illetve az 1325. könnyű tüzéreznek a részei páncélállító körletet alakítottak ki Turkevének a nyugati előterében, és amint egy 28 harckocsival támadó 21 páncélos hadosztályt, amelyek között tigerbék is voltak, a szovjet jelentések szerint ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6 páncélos harckocsi, illetve vadászpáncélos kilövésével átmenetileg tudták csak feltartóztatni, mert a következő csapásra gyakorlatilag a német páncélosok elfoglalták Turkevét, és ahogy említettem, innen folytatták a támadásukat északirányba, kisújszállás felé. Itt ezt a képet csak azért tettem, hogy nagyjából el tudjuk képzelni, hogy a 4. SS páncélgránátos hadosztálynak a Stug 4-eseivel hogyan működtek együtt a páncélgránátosok. Ugye itt azt láthatjuk, hogy két különböző irányba biztosítanak a romlövegek, a katonák pedig magukat fedezve az útmenti árokban. Majd a magát a támadást ugye úgy hajtották végre, részben kihasználva a helyenként még lábon álló gabonát, a kukoricát, hogy a rohamlövegre rázárkózva egy-egy raj, egy-egy rohamlöveg fedezetében nyomult előre. És amikor sikerült áttörni a szovjet páncélállító támpontokat és körleteket, akkor pedig nyilvánvalóan az akkumulátoros tüzérségi tűz minimalizálása érdekében általában itt a vízzel vezető árkokat használták a német páncélgránátosok. Ezen a vázlaton azt láthatjuk, hogy a 53. hadsereg másik érintett alakulata, a 243. lövészhadosztály, amely alapvetően a Fegyvernek és Kenderes szakaszt védte, a 4. SS páncélgránátos hadosztály támadása következtében hogyan szóródik szét, és tulajdonképpen egészen a Szolnok-Mezőtúr vasútvonal és a Szolnok-Kisújszállás vasútvonal közötti területen össze-vissza kóborolnak az ászlóaljai több mint két napig, mire nagy nehezen Kisújszállás körzetében össze lehet őket gyűjteni, és valamiféle harcképes alakulatba rendezni. Mezőtúr, amely ugye említettem, hogy 20-án a 303. lövészhadosztály támad, a 303. lövészhadosztályt megerősítették a 2. páncéltörő tüzér dandárral, annak 3 ezredével. Ezeknek az ezredeknek a tüzelőállásait láthatjuk itt a 20. és 21. helységharc idején, és azt is láthatjuk, hogy ugye milyen erőkkel támadnak a németek. 21-én például, ahogy erről hamarosan szó lesz, a kisújszállástól délre lévő tiger végből is vissza kell vezényelni Mezőtúrra a helységharcok támogatására erőket, illetve a 21. páncélos hadosztály egyéb alakulatait is vissza kell ide fordítani, és látható, hogy ezek a páncéltörő tüzérek igazán kitettek magukért, mert ha esetleg még túligénylés is van ezekben a számokban, 13 darab német páncélos kilövését jelölik a vázlaton, azok közül legalább 2 gyakorlatilag a városközpontban került kilövésre. A 449. páncéltörő tüzérezred egyébként 57 mm-es páncéltörő ágyukkal volt felszerelve, a másik két ezred pedig 76 mm-es hadosztály ágyukkal, ennek majd később lesz jelentősége. Ez a 20-án és 21-én a 2. páncéltörő tüzér dandár által felhasznált lőszereket jelenti. Ez a sor jelenti a repesztromboló gránátokat, ezek a páncélgránátokat, ez az űrmélet alatti páncéltörő lövedéket, ez pedig a kartácsok. És látható, hogy az 57 mm-es páncéltörő ágyúval felszerelt ezred 62 darab űrmélet alatti páncéltörő lövedéket használt el, és bizony ezek közül nem egy a helységharcban 600 méternél kisebb távolságról a Tiger B homlokpáncélzatát is átütötte. Ebből volt két halottja, az 503. nehézpáncélos
osztály első századának, és egy hadnagynak pedig egy ilyen átható lövedék letépte a karját, és súlyosan megsebesült. Október 21-e, amely már bizonyos jelekkel járt arra vonatkozóan, hogy a németek ellencsapása kifulladni látszik. Ezen a napon nagyon fontos dolgok történtek. A 21. páncélos osztály sávjában, ahogy említettem, az 503. nehézpáncélos osztály első századának a tigereit vissza kellett vezényelni mezőtúrra, ahol helységharcokban vettek részt másfél napon keresztül. A szovjetek mezőtúron délkeleten megkapaszkodtak, de az északkeleti részből végül is a nap végére sikerült őket kiverni. Így az ellátás újra megindulhatott a kisújszállásnál maradt páncélozott harccsoport részei felé. Ugyanakkor kisújszállásnál a szovjetek igen jelentős erőket vontak össze, hamarosan ismertetném, hogy milyen erők voltak ezek, és Túrkeve irányába gyakorlatilag ellentámadásba mentek át, és be is törtek e településnek az északi részére, ekkor már páncélosokkal is. Tehát az 53. hadsereg alárendeltségében lévő 27. gárda lövészhadtestnek a két érintett lövészhadosztályán kívül, valamint a tartalékba bevetett 303. lövészhadosztályán kívül már harckocsi és gépesített erők is megjelentek kisújszállás körzetében. Mezőtúr ellen a németek jobb híján, tehát a szovjet kézben lévő település részek ellen a németek légitámadásokat indítanak bombázó repülőgépekkel, illetve csatarepülőgépekkel, és megpróbálják a Debrecen kisújszállás útvonalon mozgó szovjet oszlopokat is csatarepülőgépekkel támadni. Cserébe a szovjet 5. légi hadsereg is mintegy 70 csatarepülőgépet, illetve azokat fedező vadászrepülőgépeket vett be mezőtúrnál, tehát itt igen jelentős légi tevékenység alakul ki két napig az alföldi település légterében. A 4. SS páncélgránátos hadosztály esetében pedig azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag a kisújszállásig jutott 8. SS páncélgránátos ezred harccsoportja nem igazán jut tovább, ott elakad, és igazából a Török-Szent Miklós kisújszállás vasútvonal mentén próbál egy irányváltoztatással eredményt elérni. Ezen a képen azt láthatjuk, amit már az előbb nagyban láttunk, hogy a 71. könnyű tüzér dandár mezőtúrnál és kisújszállásnál is megpróbálkozik páncélállító körlet kialakításával, de mivel itt csak a 76 mm-es változatú, 76 mm-es hadosztálylöveggel felszerelt ezredei harcolnak, olyan jelentések futnak be, hogy bizony ezek a páncélgránátok nem ütik át a Tigerbéknek a homlokpáncélzatát, így gyakorlatilag innen nem is jelentenek kilövéseket, és ezek a ütegek, illetve ezredek, ezek gyors ütemben megpróbálnak el is szakadni a németektől is visszavonulni. Október 22-e. A 21. páncélos hadosztály gyakorlatilag egy helyben topog. A mezőtúr és Túrkeve felől északnyugat felé támadnak annak érdekében, hogy a legelső feladatot, jelesül a Török-Szent Miklóstól délre elvágott és bekerített szovjet erőket végül is megsemmisítsék, amely feladatban viszonylag jelentős eredményeket is érnek el, de például azt a korábban említett páncélállító körletet, amely Török-Szent Miklóstól délre ott a vasút és a közút kereszteződésében van, csak ezen a napon sikerül felszámolni, elég beszédes, hogy 22 darab páncéltörő ágyút és 4 löveget semmisítenek meg ennek a páncélállító körletnek a területén. Egy másik harccsoportja, amely a páncélos felderítő osztály részeiből áll, eléri Török-Szent Miklós déli részét, ezzel gyakorlatilag a 4. SS páncélgránátos hadosztály, illetve a 21. páncélos hadosztály már majdnem bezárja a gyűrűt a szovjetek körül, és ez pedig egy harmadik harccsoportnak sikerül Szajoltól délre, ahol már fel is veszik a kapcsolatot a 4. SS páncélgránátos hadosztálya. Gyakorlatilag ezen a napon már a 4. SS páncélgránátos hadosztály Kenderes körzetében a szovjet támadásoknak az elhárításával lekötve a saját támadása teljes mértékben elakadt. Ezen a szovjet vázlaton azt láthatjuk, hogy a 53. hadsereg közvetlen tüzérségének egy másik alakulata, a 95. nehéz tarackos tüzérdandár, 152 mm-es ágyútarackokkal van felszerelve. Ez tulajdonképpen a fegyvernek Kenderes szakaszon
vív harcot a német páncélosokkal. Tulajdonképpen ezek közvetlen irányzással tüzelnek ezek a nagy űrméretű lövegek. Igazából jelentős pusztítást nem tudnak végrehajtani a német páncélosok között. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy szakaszosan visszavonulva az ő céljuk is kisújszállás, ahol végül is 22-én estére ez a dandár is vissza tudja vonni az erőit. Itt ez a vázlat arra is jó, hogy még egyszer átmenjünk a 19-22 közötti tevékenységen, tehát ez volt igazából a 24. páncélos hadosztály támadásának a fővonala, Mezőtúr elfoglalása, majd 20-án Túrkeve elfoglalása, és 20-án estig pedig kisújszállásnak a déli előterét érték el. A 4. SS páncélgránátos hadosztálynak egy harccsoportja pedig ugye Törökszentmiklóstól dél-kelet irányba támad, a másik harccsoport pedig a Tigerbékkel megerősítve pedig kenderes, fegyvernek kenderes és kisújszállás irányába. Ez a szovjet vázlat tökéletesen pontosan mutatja a német páncélosok mozgását, sőt sok esetben itt látható például, hogy a kisújszállás előterét elérő páncélosokat mint egy 30 darabra becsüli, és ez helyel közel helytálló becslés. A 303. lövész hadosztály 22-én hajnalra végez Mezőtúr területének a teljes elfoglalásával, sőt a településnek az északi, illetve a nyugati előterében ki is tolja a saját védelmét. Ezzel gyakorlatilag a német utánpótlás szempontjából a település elesik, és a kisújszállás irányába előtetett további német előretörésnek elsősorban logisztikai szempontból már semmi alapja, de ekkor már értelme sincsen, hiszen ekkor már harmadik napja tulajdonképpen Debrecen szovjet kézben van. Tehát a Debrecen irányú előnyomulásnak, amely kisújszállás lett volna a kiinduló pontja, ilyen szempontból már lekerül a napirendről. Ezen a vázlaton az 53. hadsereg tüzérparancsnoka által készített vázlaton azt a folyamatot láthatjuk, ahogy a szovjetek folyamatosan páncélelhárító körleteket hoznak létre az 53. hadsereg közvetlen tüzérségének, illetve az egyéb megerősítő erőknek a felvonultatásával. Ahogy lehet látni, a már sokat emlegetett vasúti, közúti csomópont, ahol az 1316. páncéltörő tüzérezred harcol rendkívül derekasan. Van itt egy aknavető dandár, aminek 120 mm-es aknavetői vannak, igazából ennek az állománya kénytelen lövészgyalogságként harcolni, illetve addig lőnek, míg van náluk aknavető lőszer. Őket nagyon-nagyon megrágják a német páncélosok, és itt pedig olyan páncélállító körleteket láthatunk, amelyeket a tartalékból előrevont páncéltörő tüzérdandárak, ugye említettem Mezőtúrnál a második páncéltörő tüzérdandár, kisújszálláshoz vezényelik a 24. páncéltörő tüzérdandár, és Túrkevénnél pedig részben a 14. páncéltörő tüzérdandár, részben pedig a már emlegetett könnyű tüzér ezredek harcolnak. Itt van a 53. hadsereg tüzérségének a záró jelentése, amely szerint 19. és 22. között az alakulataik összesen 36 harckocsit, 16 darab lövészpáncélost és 6 darab rohamlöveget lőttek ki. Igazából ezeket valóban kilőtt páncélosokként kell elképzelni, messze nem az összes semmisült meg. Ugyanakkor előzetes adatok szerint a beérkezett jelentések alapján az alakulatok, a páncéltörő alakulatok, illetve a páncélosok ellen alkalmazott táború tüzér alakulatok 45 löveget veszítettek. Ezt azonban hamarosan felülírja a részletes veszteségjelentés, amely hamarosan beérkezik, és ezek alapján egy kicsit marconába a veszteségi kép. Bocsánat. Mint láthatjuk, a páncélosok megállítása az 53. hadsereg tüzérsége részéről jelentősebb élőerőveszteséggel, illetve haditechnikai veszteséggel jár. Példának okáért a második páncéltörő tüzérdandár, amely ugye Mezőtúr környékén a helységharcban is részt vett, és a 303. lövészhadosztályt támogatta, és 57 mm-es páncéltörő ágyúkkal is rendelkezett, 15 löveget veszített el a 60-ból, és az is látható, hogy például a 71. könnyű tüzérdandár, amelynek az egyik ezrede volt például Túrkevénél az, amely kilőtt 6 német páncélost, 10 löveggel fizetett mindezért. Mindent összevetve látható, hogy 551 katona, 75 löveg és 8 aknavető volt a végleges vesztesége
a tüzérparancsnok alárendeltségében harcolt tüzércsapatoknak. A Debrecen térségéből beérkező erősítésnek a harckocsi és gépesített eleme az a 6. Gárda harckocsi hadsereg volt, amely azonban október 21-én kapja a parancsot az átcsoportosításra, igazából kisújszállás körzetébe. Pár harckocsi hadseregről beszélünk, látható, hogy annak ellenére, hogy a szervezetszerűen két hadtesttel, a 9. Gárda gépesített hadtesttel és az 5. Gárda harckocsi hadtesttel rendelkező harckocsi hadsereget átmenetileg megerősítették a 18. harckocsi hadtesttel, az összes üzemképes páncélosoknak a száma alig haladja meg egy teljesen feltöltött harckocsi dandárnak a mennyiségét. Miért van ez? Tulajdonképpen már a debreceni támadó hadművelet elején sem volt ereje terjében ez a harckocsi hadsereg, de gyakorlatilag az októberi harcok folyamán az Alföldön 103 darab harckocsit és önnyerőlöveget veszít véglegesen, tehát kijavíthatatlanul, nagyon jelentős, ha hozzáveszik, hogy 166 darab üzemképes páncélossal kezdte meg a hadművelet végrehajtását. Tehát gyakorlatilag egy leharcolt harckocsi hadseregnek az elemeit küldik át. Az üzemképes harckocsikat mindenhol egy-egy harckocsi dandárba vonják össze, kivéve a 9. Gárda gépesített hadtestet, ahol igazából a Sherman harckocsikat a 233. harckocsi dandár üzemelteti ugyan, de ezeket elosztják a gépesített dandárok között is, nem túl nagy számról van tehát szó. Tehát igazából ez nem egy jelentős csapásmérő erő, ugyanakkor ez a 78 páncélos nagyon és végzetes módon hiányzott az október 21-én északi irányba, tehát Nyíregyháza irányába és a tiszai átkelők elfoglására indított újabb hadműveleti szakaszból. És azok az erők, amelyek végül is végrehajtják a főirányba a további támadást, ez erre elégtelennek bizonyultak, és mint később kiderült, gyakorlatilag az Erdélyben harcoló magyar és német csapatok ki tudták harcolni az átkelést a Tiszán. Ezen a fényképen a 44. október második felében a 5. Gárda harckocsi hadtestnek a 20. Gárda harckocsi dandárának T-34-es harckocsit láthatjuk. Azonban nagyon érdekes módon látható ugye a torony elejére, illetve a lövek kiképzése. Ezek nem 85 mm-es, hanem 76 mm-es löveggel voltak felszerelve, és nagyon érdekes, hogy előkészített tüzelőállásba helyezték el. Élek a gyanúperrel, ilyenre, tehát átmeneti védelem elrendelésére egyetlen egy alkalommal volt októberben szükség, kisújszállásnál, élek a gyanúperrel, ez valahol a környéken készülhetett. Ugye Kravchenko vezérezredes, aki ennek a 6. Gárda harckocsi hadseregnek volt a parancsnoka, azt a feladatot kapja, hogy a betört német páncélos erőt kerítse be és semmisítse meg, érje el a Tiszát, illetve keljen át a Tiszán. Nagyon egyszerű, egy harckocsi hadseregnek való feladat, csak hát nem ilyen feltöltöttség és ilyen harcérték mellett. Október 23-a az a nap, amikor a 6. Gárda harckocsi hadseregnek a előbb említett elemei megkezdik a feladat végrehajtását, kiegészítve a Debrecen alól szintén átcsoportosított 7. Gárda hadsereg lövész hadosztályának egy részével. A 24. páncélos hadosztály gyakorlatilag nem csinál mást, mint folytatja a Török-Szent Miklóstól délre bekerített erők felszámolását, szovjet erők felszámolását, mintha mi sem történt volna, és kisebb utóvéd alakulatokkal harcol csak többek között Tiger B-kkel a Mezőtúr, illetve Kisújszállás irányából támadó szovjet csapatokkal szemben, amelyeknek ugye egyértelműen Szolnok a fő csapás iránya. Ez alatt a halogató harcok alatt a 24. páncélos hadosztály alapvetően természetesen a Tiger B-k 8 darab szovjet harckocsi kilövését jelentik. A 4. SS páncélgránátos hadosztály sávjában támad a 18. harckocsi hadtest, viszonylag erős csapást mér a német hadosztálynak a védelmére, olyannyira, hogy a szovjet harckocsik, a 20. Gárda, bocsánat, a 110. Harckocsi dandárnak az erői egészen a 4. SS páncélos tüzérezrednek az állásaig törnek előre, és ott már a német lövek közvetlen irányzással kénytelenek a harckocsik ellen harcolni, és ekkor hívják a tartalékban lévő Tiger B-ket ellenlökésre.
A Tigerbék jönnek is, ki is lőnek 6 darab T-34-85-öt, majd utána folytatják az előretörést, és géppuska tűz alá veszik a szovjet gyalogságot. Amiről kiderül, hogy ez német gyalogság, mert hogy ugye ez az alakulat, ez a nyugati hadszíntéren harcolt korábban, és gyakorlatilag a 4. SS páncélgránátos hadosztály páncélgránátosai lévő álca zubbonyokat, azokat földbarnának látta, mint a szovjet gyalogságtól megszokták a földbarna színt, és lőttek mindenre géppuskával, aminek földbarna színe volt, így gyakorlatilag ugye jelzőrakéták fellövésével és némi káromkodás közepette derült ki, hogy hát a Tigerbéknek egy picit messzebbre kéne irányozni a géppuskatüzet, és amikor ez tisztázódott, akkor vissza is állították az eredeti helyzetet, gyakorlatilag a szovjet csapatokat visszanyomták a németek egy ellenlökéssel. Összesen 10 harckocsit lőttek ki, majd látni fogjuk, hogy ez hogyan oszlott meg. 23-án zárul le gyakorlatilag ennek az ellencsapásnak az érdemi része, ekkor állítják le magát a német ellencsapás, és fejeződik be a Törökszentmiklóstól délre bekerített szovjet erőknek a felszámolása. Mind a két érintett alakulat, tehát a 4. SS páncélgránátos hadosztály és a 24. páncélos hadosztály annak rendje és módja szerint leadja az eredmény jelentését. Érdekes módon kezdjük először a 24. páncélos hadosztállyal, ahogy a Tigerbék zöme harcolt. Páncélosok viszonylatában az a 8 darab kilőtt szovjet harckocsi valamit 23-án lőttek ki, hiszen korábban nem álltak szemben szovjet páncélos erőkkel. Igen jelentős az elesett szovjetek becslése, 1500 halottra, erre mindjárt ki fogok térni, 1500 halottra taksálják, illetve 3800 hadifogoly, amiből mindösszesen 760 a szovjet, a többi az román, a már említett okoknál fogva, amit a német, illetve a magyar csapatok szedtek össze. Nagyon jelentős mennyiségű a kilőttnek jelentett páncéltörő ágyuknak a száma, erre vissza fogok térni, hogy ebben mi a valós. Viszont az is nagyon érdekes, hogy a 4. SS páncélgránátos hadosztálynak a sávjában gyakorlatilag 400 elesett szovjet katonát meg is számolnak a németek, további 900-ra teszik az ősávjukban a szovjet ősi halottaknak a számát, viszont mindösszesen 23 hadifoglyot ejtenek, illetve 3 szovjet gondolta úgy a háborúnak ebben a szakaszában, hogy ő megadná magát és átmenne a német csapatokhoz. Tehát nagyságrendi különbség van a két hadosztállyal szemben álló csapatoknak, a két német hadosztállyal szemben harcoló szovjet csapatok harcértékében ezek alapján is. Itt úgy tűnik, hogy a szovjetek inkább elestek, megadták magukat, itt azért részben manőverrel, részben pedig a Tigerbéknek a lélektani hatásával sokkal több szovjet hadifoglyot is sikerült ejteni. Itt egy fotó a 4. SS páncélgránátos hadosztály sávjából egy 120 mm-es szovjet aknavetőről, amit éppen lajstromoznak a németek. A bevetett lövészhadosztályoknak a veszteségei viszonylag pontosan megvannak. Látható, hogy a történetből a 409. lövészhadosztály jött ki a legrosszabb eredménye. Ez gyakorlatilag az elmondottak alapján várható is volt. A Kendres és Fegyvernek közelében, illetve kisújszállási visszaszoruló 243. lövészhadosztály a második ebben a szomorú statisztikában. És érdekes módon a helységharcokat is vívó 303. lövészhadosztály viszonylag olcsón megúszta ezt az egész mezőtúri történetet. És ez összesen 1644 elesettet, eltüntet és sebesültet jelent, tehát ez nem csak hősi halott. Ugyanakkor nagyon érdekes módon, ahogy a könyvbemutató alkalmával már utaltam rá, vannak olyan szovjet alakulatok, amelyeket a hivatalos hadrend nem tartalmaz. Mezőtúrnál és Túrkevénnél is harcolt két ilyen alakulat. Az egyik a 3. rohamezred volt, amely csak nevében ezred, igazából 5 zászlóaljból állt, ez tulajdonképpen egy büntető alakulat volt, és itt az alakulat, itt a zászlóaljak körülbelül 1000 fősek voltak, sokkal nagyobb létszámnak, mint általában egy szovjet zászlóalj. Tehát itt nagyságrendileg körülbelül 5000 fő alkalmazásáról van szó, amivel kapcsolatban viszont nincsenek veszteségi adatai. Hasonló a helyzet az 53. hadseregnek az első kiképző ezredének, amely 3 zászlója, szintén körülbelül zászlóanként 1000 emberrel létezett és működött és vetették harcba. Tehát itt kb. 8000 emberrel jutó veszteségről nincsenek konkrét adataink. Tehát az, amit az előbb mutattam, hogy a 24. páncélos halosztály, amely egyébként mezőtúr és Túrkev elfoglalásával minden valószínűség szerint összecsapott ezekkel a büntető, illetve kiképző alakulatokkal, mintegy 1500 főre teszi a szovjet elesetteknek a számát,
Hát a kutatás jelenlegi állása szerint ezt minden esetre kizárni nem tudom, és első körben nem tartom jelentős túlzásnak, de a későbbi kutatási eredmények ezt még árnyalhatják. Ezen a vázlaton láthatjuk a gyönyörű törzsmunkával elkészített támadási tervét a 6. gárda harckocsi hadseregnek, és tulajdonképpen ezt végre is hajtották, hiszen ugye 23-án indul meg ez az ellencsapása a 6. gárda harckocsi hadsereg és a 7. gárda hadsereg erőinek. Itt, ahol pirossal látnak a harcvonal jelölést és támadási irány, itt a 7. gárda hadseregnek a lövész hadosztályai támadnak. Északon, ahogy említettem, a 18. harckocsi hadtest, Kenderes fegyvernek Törökszent Miklós Szajol irányába, délen az 5. gárda harckocsi hadtestnek, azaz egy dandárba összevont erői, középen pedig a 9. gárda gépesített hadtest és az sérmenyei nyomultak előre, illetve egész pontosan követték a 22-től folyamatosan Törökszent Miklós és Szolnok irányába halogató harccal visszavonuló német páncélos csapatokat. Eljön október 24-e, amikor is a 24. páncélos hadosztály gyakorlatilag kivonják már a Tiszának a keleti részéből, a Szolnoki hídfőből, és Szolnoktól délre, de már a Tisza nyugati partján a magyar 3. hadsereg megerősítésére alkalmazzák. Magában a hídfőben, amelyet összeszűkítenek egy szűkebb vonalra, a Vezsenybaskovics major Szajol vonalra, már csak a 4. SS páncélgránátos hadosztály marad, viszont az összes bevethető Tiger B ennek a hadosztálynak az alárendeltségébe kerül. Törökszent Miklóst 24-én 14 órakor elfoglalják a szovjet csapatok, attól északnyugatra próbálkoznak egy harcfelderítéssel, de ezt az 503-asok megakadályozzák és 3 T-34-est kilőnek. Hasonló a helyzet Szajolnál, amit este elérnek a szovjet csapatok, a 18. harckocsi hadtestről van szó. Itt újabb 4 harckocsit tesznek harcképtelenné az 503-asok, 2-t kilőnek, 2-t pedig mozgásképtelenné tesznek. És a 7. gárda hadseregnek a folyamatosan felzárkózó lövészgyalogsága pedig tulajdonképpen Vezseny és Tiszabű között felzárkózik a Tisza vonalára, több helyen század és zászlói erővel átkelnek a nyugati partra. Ezzel tulajdonképpen a Szolnoki hídfő megtartását indokolatlanná is teszik. Este összesen 9 Stug 4-es és 15 darab Tiger B harcol még a Tiszának a keleti partján. És eljön október 25-e, ami tulajdonképpen a hídfő felszámolásának, a német kiürítésének a napja, visszavonul tulajdonképpen a 4. SS páncélgránátos hadosztály is. Ezen a napon már az 503-asok Tiszabőnél a Tiszának a nyugati partján harcolnak, és fokozatosan a hadosztály összes eleme, utolsóként a 8. SS páncélgránátos ezrednek az erői vonulnak át Szolnokon, a Tiszahidakon, amelyeket ezután fel is robbantanak. Az ellencsapás német részről a következő páncélos veszteségekkel járt, ez még tulajdonképpen részben munkahipotézis is. Azt tudjuk, hogy a 4. SS páncélgránátos hadosztálynak biztosan megsemmisült a 3 Stug 4-ese, valószínűleg a 2 darab parancsnoki 4-esnek is lőttek, és 5 darab Panther pedig a szovjetek zsákmányként jelentenek. Az összes többi az helyel közel a két időpont közötti páncélos állomány jelentésekből vehető ki, hozzátéve, hogy az 503. nehéz páncélos osztály jelentős veszteséget szenved, de ez mind javítható. Tehát végleges, megsemmisült Tiger B-t a Tiszától keletre a németek nem veszítenek. Ezeknek a döntő többsége általában lövegtalálat, vagy felfüggesztést ért találat, esetleg a páncéltestbe áthatoló, de fel nem robbant, másodlagos robbanással nem járó átütő találat, ami veszteséget okozott, de a harckocsi javítható maradt. Ezzel szemben, amit én nagyjából a német állományjelentésekből kikalkuláltam, ezzel az 56 páncélossal szemben áll a szovjetek jelentése, amely szerint ugye az 53. hadsereg tüzérsége 36 harckocsit és 6 rohamlöveget lőtt ki, a lövészpáncélosokat most nem számítom, a 18. harckocsi hadtest összesen 5 harckocsi kilövéséről tesz jelentést, az 5. gárda harckocsi hadtest mindösszesen 1 harckocsi kilövését jelenti, illetve az 5 páncélos zsákmányolását, a 9. gárda gépesített hadtest pedig még be se szállt a versenybe, tehát ő igazából nem jelentett semmit, valószínűleg nem ütközött páncélosok ellenállásába, mindösszesen ez ugye 53 darab páncélos, ami elég közel van ahhoz, amit
a német állományjelentésekből én kiokumuláltam. Egy fotó egy Panzer 4-es harckocsiról, hát ez most már egy kicsit kérdéses számomra, hogy ez a 24. páncélos hadosztály, valószínűleg egyébként igen, ez Turkerve körzetében semmisült meg, talán egyike annak a hatnak, amit a 71. könnyű tüzértandár lövegei lőttek ki. Nem hinném, hogy ez parancsnoki változat lenne, tehát nem hiszem, hogy a 4. SS páncélgrátos hadosztálynál harcolt kocsi egyikéről van szó. A 6. gárda harckocsi hadseregnek a vesztesége ez alatt a 3 nap alatt, amire végül is söprögetésre felhasználták, viszonylag visszafogott volt, összesen 20 T-34-es lőttek ki a németek, ebből 7 égett ki. A 23. támadásnál ugye a 4. SS páncélgránátos hadosztály sávjába 10-et lőnek ki belőlük. Erre van adat, aki szemfüles volt és látta a német jelentés alján, azt tudhatja, hogy a 10-ből aznap 6-ot lőttek ki a Tigerbék, 2-t lőttek ki a SS páncélvadászok 7,5 cm-es páncéltörő ágyúval, 1-et lőtt ki a tüzérezred önvédelemből 10,5 cm-es taracka, 1-et pedig a 4. SS páncélos felderítő osztály egyik katonája páncélököllel, csak hogy a statisztika teljes legyen. És akkor ennek az egész ellencsapásnak mi volt a következménye? Részben erre már utaltam is, itt láthatjuk a két irányt, amiben a két hadosztály, német hadosztály támadása megindult, és itt látható az, hogy a 6. gárda harckocsi hadsereg, illetve a 7. gárda hadseregnek a részei Kisújszállás és Turkeve irányába átcsoportosítják. Ezzel tulajdonképpen a németek közvetve végrehajtották a legfontosabb célkitűzésüket, gyakorlatilag az, hogy az Erdélyben harcoló saját erők át tudjanak kelni a Tiszán. Ugyanakkor a korabeli értékelés alapján a németek úgy gondolták, hogy ez az ellencsapás, ez csak fél sikert hozott, mert a közvetlen célt ők abban fogalmazták meg, hogy egyrészt felszámolják az itt bekerített szovjet és román erőket, ez részben eredményt hozott, ugyanakkor 19-én a támadás nem tudott eljutni, még 20-án sem Debrecenhez, ami ekkor már tulajdonképpen szovjet kézben volt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!